nem lenne szabad gyerek kezébe adni. Az elrongyolódott ABC-s könyv példája csak egy a kárpátaljai magyar nyelvi oktatási rendszer megoldatlan kérdései közül, amelyek az oktatási minisztérium hatáskörébe tartoznak. Kihátráltak a társadalmi alapon létrehozott oktatási intézményekből, főiskola, liceum, megtiltották, hogy a magyar nyelven vezessük a könyveket, holott a függetlenség évében még a pecsétekben is két nyelven szerepeltek, és most úgy néz ki, hogy a tankönyvkiadás mögül is kezdenek kihátrálni. Kormányzati segítség hiány más megoldásokat kellett keresni. Civil összefogással létrehoztak egy alapítványt a tehetséges diákok felkarolására. Minden járásban létrejönnek ilyen tehetségpontok, ahol a tanárok foglalkozni fognak azokkal a diákokkal, akik tehetséget mutattak a különböző tanulmányi versenyeken, illetve akik szeretnék magukat fejleszteni a különböző tudományágokban. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség előtt álló kihívásokat gyarapítja az is, hogy évről évre növekszik a kárpátaljai magyar iskolákban a roma tanulók aránya. A szövetség ezért magyarországi példák nyomán elkezdte roma oktatási felzárkóztatási stratégia kidolgozását a magyar iskolákban. Azokra kell gondolnunk, akik ott élnek meg a másfél ezer munkanélkül maradt bányászra. Ezt mondta Viktor Janukovics ukrán államfő nyár elejé kárpátaljai látogatása során. Az elnök ezután konkrét terveket kért a katasztrófahelyzet felszámolására. Most mégis több mint 300 családot terveznek kitelepíteni a szomszédos Talaborfalu környékére. A szlatinai magyarság nem érti a sietség okát, és a magyar kormány segítségét kérik. A magyarok aggodalommal tekintenek arra az elé, hogy a település egy részét szét akarják telepíteni különböző környező településekre. Viktor Baloga ukrán katasztrófavédelmi miniszter szerint azonban mindenképpen szükség van a kitelepítésre, mert az ott lakók nincsenek biztonságban. Értsenek meg, nem az a fontos, hogy kik laknak ott, hanem hogy biztonságban legyenek az emberek. A lakók egy részét biztosan ki kell költöztetni, hangsúlyozta a miniszter. A szlatinaiak szerint viszont a kitelepítés ugye példátlan. Úgy vélik, nem szabhatják meg, hogy ki hol éljen, hiszen egyelőre semmi jele nincs a veszélynek a kitelepítése ítélt területen. Szlatinán evidens a többnyelvűség. Ez a kultúra, hogy kialakuljon, ahhoz évszázadok kellettek. Na mostan egy hirtelen rombolás menne végbe abban az esetben, hogyha kitelepítenék a helyi lakosokat. A kormány tervei szerint a kitelepítés után új sóbányát nyitnak a közelben. A kitelepítést ellenző helybéliek aláírásgyűjtésbe kezdtek. Kenyér és só. A vendégszeretet hagyományos jelképével várták a Kárpátalja Express csapon. Az utasok és a helybéliek felidézték, milyen sokat jelentett egykor a vasút ebben a térségben. Nekünk gyerekkorunkban 25 perc volt Ungvárra bejutni egy motorvonattal. Ma Nagykaposon van ember, aki még életében nem volt Ungváron. Az ukrán határőrök is összebarátkoztak az utasokkal, még magyar zászlót is kaptak az anyaországból érkezőktől. Az egykori magyar vasútvonalaknak is szerepük volt a trianoni határok kijelölésénél. Így került a határ túloldalára az a 230 kilométernyi szakasz, amelyet a Kárpátalja Express bejár. A szervezők a nosztalgia vonattal most arra utalnak, hogy a térségben közös erőfeszítéssel lehet megerősíteni a békés együttélést és a gazdasági fejlődést. A jövőben a vasútnak újra kulcs szerepe lesz a közlekedésben. Kulcs szerepe lesz abban, hogy a határokon túl élő magyarokat bekapcsolja egy társadalmi fejlődési folyamatba, egy gazdasági fejlődési folyamatba. 8 személy és 2 étkezőkocsiból áll az a szerelvény, amelyet egy legendás Nohab mozdony vontat. Az utasok 2 napig lesznek Beregszászban, a közeli falvakban szállásolják el őket. Megkezdődött a Szülőföldem szép határa 13. nemzetközi kisebbségi televíziós és rádiós fesztivál. A seregszemlét a Kárpátaljai megyei állami televízió és rádiótársaság az idén első ízben az Ivano-Frankivszk megyei állami tévé és rádiótársasággal közösen rendezi. A zsűri 9 kategóriában hirdett győztest. A díjkiosztó gálára Ungváron szeptember 17-én kerül sor.